Köszöntöm a kedves nézőket, sziasztok mindenkinek, nagyon szép napot, tényleg ki is ütött a nap, szerencsére itt napozgatunk koncertól, és közben melózunk. Hát a melónk tárgya, ez egy bemutató lenne, egy Renault Clio-t fogunk megnézni, egy kombi Renault Clio-t, 1.2-es benzinmotorral, 75 lóerővel. Nagyon finom, csendes mocia van, de egyéb iránt még tudjuk azt erről az autóról, hogy nagyon keveset futott, és egy darab gazdája volt összességében, és 2011 9. havi a jármű. Fehér színű, ezt látjátok, látjuk, azt viszont senki nem látja, de én megnézegettem, nagyon jó állapotú gumik vannak rajta, a Redenstein márkájúak, nagyon szép felnik vannak az autón, ezek gyári felnik, és nagyon szép, jó állapotúak. És ez egy jubileum darab még hozzá, rajta van a 20-as, szépen rátették ide a Renault-ék, nagyon jó felszerelt TomTom Navis autó, nagyon sok extrával, digitális automata klímával, sok-sok légzsákkal. A gazdája szépen megőrizte az állagát, tényleg rendben tartotta, tökéletesen működik benne minden, szép lámpák, egészséges üvegezés mindenhol, mindene működik. Méghozzá ez a benzinmotor is szépen működik. Sikerült kinyitnunk koncertóval. Folyadékszint rendben van, a hűtőfolyadék és a fékfolyadék is. Van itt egy olajcsere címkénk, még valamikor egy szaki beletette, 4 hengeres motor. Az ABS, ugye van már ABS menet stabilizátor az autónkban, és itt tök jó kis finoman működő szerkezet. Ugye családos autó szerintem ugye az autónk, hiszen ott van a tetején a tetőkorlát, lehet rátenni majd még kereszttartót, tetőboxot, biciklit, síléctartót, egyebeket, de melós autónak is jól lehet, mert ugye ott aztán rá lehet tenni egy-két csövet, egy-két létrát a hátuljára, és ott hátuljában, itt a csomagtartó részben is elég nagy hely van, tehát akár szerszámokat is bele lehet ugye tenni, és kényelmesen lehet vele autózni, mert van itt bőven hely, olyannyira, hogy így, ha alá nézünk, akkor még itt vannak ilyen tárló részek is benne, és alatta pedig ott van egy emelő szett, amit meg is néztem előbb, le is fotóztam azt hiszem. Dönthetőek az ülések, tehát ha valaki nem férne el benne, akkor ezeket le lehet szépen dönteni, és lehet még nagyobb helyet kialakítani a cuccaink számára. Ezt látjuk, nagyon szép zöld színű üvege van neki, ez gyári különben, nem nagyon látunk bele, meg is mutatom, hogy hogy néz ki, mennyire változik itt a fény, úgyhogy ez egy nagyon jó kis hővédő üveg, árnyékból is, ugye, gyári Renault üveg. Nagyon szép ülései vannak, egy kis szürke, sötét, szürke, feketés, fehér cérnával varrott szövet ülés, ami izofixes rendszerű, és benne a fejtámla, itt pedig egy térkép tartót látunk. Az autónkban van légzsák elől, oldalt, és függöny is van, ide benézek. Tehát függöny légzsák is van benne, mindenki védve van, fejügyileg, oldalügyileg. Ilyen szép az első ülés, ugye sincs kiülve, nincs kicigizve, nem cigis kocsi, állítható magassággal rendelkezik, ahogy a kormány oszlop is állítható. Na ide beteszem magam is, kipróbáljuk ezeket a kis kütyüket, azt mondja, hogy 4 elektromos ablak, nem akarom mindent végignyomni, az elsőket mindenképpen megnézzük, meg megnézzük ezeket a tükröket is, azt mondja, jobb tükör, bal tükör, szuper! Van itt előttünk egy jó kis kormány, nincs megkopva egyáltalán, ugye ez egy bőrbevonatú szép kis Renault kormány, és én úgy gondolom, hogy biztos, hogy el lehet innen állítani ebből a formából, le föl tudjuk mozdítani, ezt itt lefixáljuk, és meg tudjuk nézni, hogy 73.724 km futott, ezen kívül kinyitjuk az ajtót, akkor a kis autónak kinyílik itt az összes ajtaja, figyelmeztet minket, hogy valami nyitva van. Van itt menet stabilizátor, fényszóró magasság, ez pedig a háttérfény, itt a műszerfalunkat sötétbe mennyire akarja, hogy süssülje a szemünket, vagy sem. Kormányról vezérelhető a gyári zene, innen alulról tudjuk csatornákat keresni, meg ilyeneket. Mint látjuk, megvan a két eredeti kulcsa az autónak, távirányítós kulcsok, egy TomTom navigáció van benne, aminek megvan a ugye, gyári leírása, és van egy távirányító is hozzá,
ezzel akár a hátsó utas is, vagy jobb oldali, vagy akárki, nem kell oda nyúlnunk, hanem csak itt a kezünkben tudjuk nyomkodni ezeket a dolgokat, itt a leírás lehet keresgélni majd a megfelelő információt. Velünk van a két állandó szakértőnk, Peti és Feri kollégám. Szevasztok, srácok! Mi az, amit tudtok nekem mutatni? Azt mondja, hogy 23-11. Hóig műszakival rendelkezik, tehát friss műszak, és ugye egy 1-2-es benzines, 175 lóerős, 1149 köbcentis, és innen kilestem, azt hiszem, igen, itt van 2011, 9. havi, ez a jármű. Az összes leírása megvan, szerviz, dokumentációk, és mindenféle rádió, egyebek, minden megvan hozzá, ezt köszönöm a srácoknak, és egy jégkaparót is adott a Renault hozzá ajándékba. Nézzük tovább, van itt egy 5-ös kéziváltó, ezzel tudjuk azt mondani, 5-öt előre, 1-et hátrafelé, ez is nagyon szép, nincsen elkoptatva, nincsen szétnyomkodva, nézhetjük a pedálsort is, ugye, de hát a kormány is gyönyörű szép állapotban van. A gyári rádióhoz csatlakozható még más eszköz is, egy gombnyomással be tudjuk magunkat zárni. Egy CD rádió van benne, ugye, és ugye ez az AUX csatlakozó, digitális automata klíma van a szerkezetünkben, és ugye ezt mutattam, ezt a navi rendszert. Benne ott a memória kártya, benne innen lehet kivenni. Visszatesszük a helyére. Állítsuk le azért még, mert mindenképpen megnézzük, hogy hogy indul. Azt mondja, hogy zárjuk be. Nyissuk ki. És akkor indítsuk be. 73.724 km futású az autó. Jó lenne, hogyha tankolnék, ugye azt is mutatja, hogy jó üres a tankunk, úgyhogy majd el fogunk menni tankolni valamikor, és mutatja, hogy az olajunk az rendben van. És ha rálépünk a gázra, akkor szépen a mutató megy fölfelé, és ugye láttuk, hogy van a menet stabilizátor, a légzsáklámpa, az olajnyomás, a töltése, minden kialudt. Összességében azt hiszem, hogy a kézifék az, ami be volt húzva, és innentől kezdve minden kontrollámpa elaludt, tehát mehetünk egy próbaútra, hogyha szeretnénk. De szeretnénk szerintem mindenképpen, Feri, Peti és Concerto kollégámmal mindenképpen el fogunk menni egy próbaútra, amennyiben van kedvetek, és megnézni menet közben is a kis masinát, addig Concerto levakarja a jeget, ha lenne, de nincsen, mert nagyon-nagyon jó a fűtés benne. Tehát egy próbakört fogunk elmenni a srácokkal, tartsatok velünk ott, oda is, és nézzétek meg menet közben a masinát, és ha van kedvetek, akkor gyertek el hozzánk, legyen a tiétek ki ez a Renault Clio kombi, ez a jó kis felszereltséggel, meg ezekkel a szép felnikkel. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ne felejtsétek el egy ilyen jelet, nagyon szépen megköszönök nektek, a viszontlátásra, legyetek jók!